644. nap. Tegnap sok frissítés érkezett Avdiivka irányából. Itt miután az orosz erők bevonultak a tüzérségi tűz által előzetesen lerombolt kis ipari parkba, számos problémával kellett szembesülniük. Ezek többek között az óvóhelyek hiánya, a térségben jelenlévő rendkívül aktív ukrán elektronikai hadviselés miatt a felderítés hiánya és a három oldalról folyamatosan érkező ukrán ellentámadások. Korábban orosz források arról számoltak be, hogy erőik áttörték az ukrán védelmet a kis ipari parkban, és teljesen elfoglalták azt. Érdekes módon tegnap egyes orosz források elismerték az ukrán csapatok jelenlétét a térségben, és azt állították, hogy az ukránok továbbra is több megerősített ponttal rendelkeznek itt, és ellenállnak az orosz támadásoknak. Ukrán források olyan felvételeket tettek közé, amelyek az egyik ilyen pont védelmét mutatják. A 110. gépesített dandár ukrán harcosai közzétettek egy videót, amelyen az látható, ahogy tűzérségi csapásokat mérnek az orosz erőkre az ipari övezetben. Ahogy a felvételen is látszik, a hosszantartó tartó tüzérségi tűz rommá változtatta az ipari zónát. Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag nincs fedezék, az oroszoknak páncélosokkal kell előre nyomulniuk. Azonban, ahogyan azt az ukrán Avdiivkai katonai közigazgatás vezetője, Vitali Barabás elmondta, az orosz erők az időjárási viszonyok miatt nehezen tudják használni a nagy mennyiségű haditechnikai eszközüket. Később az ukrán Tavrizk hadsereg csoport szóvivője Oleksandr Stupun ezredes megerősítette, hogy az orosz erők csökkentették az Avdiivka környékén bevetett páncélozott járművek mennyiségét, és ebből adódóan növekedett a tisztán gyalogsági támadások száma. Az ilyen támadások viszont jelentős veszteségekkel jártak. Egy orosz harcos videót készített, amelyen tisztán látható, hogy az utak sártengeré változtak, és mint olyan alkalmatlanokká váltak arra, hogy nehéz gépjárművekkel használják őket. Ezen túlmenően számos eleset orosz katonát is mutatott az út szélén. Tarnaszki ukrán tábornok arról számolt be, hogy a páncélosokat és drónokat nélkülöző tiszta gyalogsági támadások következtében Avdiivkában az oroszok egy nap alatt 514 fő veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni. A drónok használatának ellehetetlenülése a térségben már az egyik legnagyobb orosz problémává vált. Amint az kiderült, az ukránok itt igen sűrűn telepített elektronikus hadviselési rendszerrel dolgoznak ez még azt sem teszi lehetővé, hogy az orosz drónok egyáltalán az ipari zónáig eljussanak. Az ukránok a nagy teljesítményű helyhez kötött elektronikai hadviselési rendszerek mellett hordozható rendszereket is használnak. Ezekkel az orosz drónokat a peremterületeken vagy a kisebb dombok mögötti régiókban vadásszák le, ahová a helyhez kötött rendszerek hatása nem ér el. Ahogy a videókon is látható, az ukránok számos trófeát szereztek, köztük kamikáze drónokat is. A kamikáze drónokat semlegesítik, és később az oroszok ellen újra bevetik őket. Az ukránok az elfogott orosz drónok által rögzített felvételeket is közzétették. A videókon pontosan látszik, hogyan hat az ukrán elektronikus hadviselés az orosz drónokra. Amint az látható, ahogy az orosz drón berepül a védett térségbe, a kép továbbítása vagy megszakad, vagy igen erősen elnyomják azt. Ha a drón erősebb jelekkel érkezik a területre, az elektronikus hadviselési rendszer eltéríti és leszállásra kényszeríti az eszközt. Az antidrón kézi fegyverek esetében a drónt óvatosabban tudják leszállásra kényszeríteni, és ezáltal jobb eséllyel lehet az eszközt később újra használni. Tekintettel az ilyen fejleményekre, nevezetesen a rossz időjárásra, amely nem teszi lehetővé a nehéz fegyverzet használatát, illetve az elektronikus hadviselési rendszerekre, amelyek meghiúsítják az agresszor drónjainak bevetését, az orosz elemzők még pessimistábbak lettek a hídfőállás kilátásait illetően. Orosz források olyan állításokat tettek közé, hogy az ipari terület elfoglalása önmagában egyáltalán nem könnyíti meg a támadók helyzetét. A csapatoknak támadásokat kell végrehajtaniuk Avdiivka többi szárnyán, vagy itt nagyobb létszámot kell mozgósítaniuk a gyors és döntő eredmények eléréséhez. Orosz elemzők arra a következtetésre jutottak, hogy az elmúlt héten történt területnyereség nem fenyegeti közvetlenül az ukrán erőket, és nincs nagy hatással az Avdiivka elfoglalására irányuló orosz erőfeszítésekre, csupán meghosszabbította a frontvonalat. Összességében az ukrán hadvezetés helyes döntést hozott azzal, hogy visszavonult a lerombolt ipari terület nagy részéből. Tekintettel arra, hogy az üzen területén a mindent rommá változtató, pusztító tüzérségi tűz után nem maradtak használható óvóhelyek, valamint a rossz időjárás és az ukrán elektronikai hadviselés fölénye miatt az ukránoknak sikerült itt egy gyilkos zónát létrehozniuk. Ezt a tényt az is megerősíti, hogy az orosz elemzők újabban egyáltalán nem lelkesednek az itteni offenzíva folytatásának gondolatáért. Dobj egy lájkot, like ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.